Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják. Főbb híreink néhány mondatban. Pollák Expo, megnyílt a Dél-Dunántúl legnagyobb szakkiállítása. Kompetenciafejlesztés az óvodában, sakkozni tanulnak a gyerekek. Csak nem 200 pontot dobtak, pontgazdag mérkőzést hozott a PVSK Veolia atomerőmű találkozó. Mivel a koronavírus Magyarország határainál is megjelent, Pécs önkormányzata időszerűnek látta, hogy megtegye az első konkrét lépéseket a felkészülés érdekében. Az első intézkedések között arról rendelkezett a városvezetés, hogy a városi cégek, intézmények megfeleljenek a higiéniai elvárásoknak. Ennek értelmében az önkormányzat gazdálkodó szervezetei szerda délelőtt megkezdték azoknak a kézfertőtlenítőknek a beszerzését, amelyeket az odalátogató pécsi polgárok és az ott dolgozók használhatnak majd. Péntek reggelre Pécs polgármestere megbeszélésre hívta mindazon hatóságok és intézmények képviselőit, amelyeknek egy esetleges vírus megjelenésekor szerepe lehet. Péter Fi Attila a Baranya megyei kormány megbízottat, a megyei tiszti főorvost, a PTL klinikai központ, a katasztrófavédelem és a rendőrség képviselőit hívta meg az egyeztetésre. A városvezetés a különböző szervek, hatóságok munkájának koordinációjában és a későbbiekben megvalósítandó intézkedések végrehajtásában is aktív részt vállal. Pécs önkormányzata minden rendelkezésére álló eszközt megragad a pécsiek folyamatos és pontos tájékoztatása érdekében ebben a témában is. Az ország több mint 130 ipari és szolgáltató cége találkozik több ezer műszaki újdonságra kíváncsi látogatóval a Pollák Expo szakkiállítás és konferencián, melyet idén is a Pécsi Tudomány Egyetem műszaki és informatikai kar szervez. A Dél-Dunántúl legnagyobb szakkiállítása az Expo Centerben várja az érdeklődőket. Idén minden eddiginél több, csak nem 130 kiállító jelent meg a Pollák Expo megnyitó napján. A műszaki és mérnöki cégek bemutatták saját profiljukat, a leendő egyetemi hallgatók pedig részletesen informálódhattak elhelyezkedési lehetőségeikről. A cégek hoztak ki viszonylag sok mindent. Innentől kezdve sok tárgyi tudást tudunk összeszedni, és tudunk mindenkivel beszélgetni, mindenki kedves. Igazából legkönnyebb az, hogy hol tudsz helyezkedni. Megmondják, hogy milyen szakmai területet kérnek, vagy mit várnak el, és akkor ez alapján tudsz tájékozódni. Az idei Pollák Expon kiemelt figyelmet fordítottak az innovatív robot technológiára, valamint a környezettudatos műszaki megoldásokra. Ma sok szó lesz az energiahatékony építésről, úgy tűnik, ha sokat fogunk beszélni olyan értékű projektekről, ahol kifejezetten fontos az energiatudatos, az ökológikus szemlélet és a smart rendszerek. A Pollák Expo nem csak a technológiák bemutatására és a cégek közti kapcsolatépítésre kínál lehetőséget. A programsorozat alatt együttműködések is kötődnek a Dél-Dunántúl meghatározó cégei között. Ez pedig hozzájárul a régió versenyképességének megőrzéséhez, fogalmazott a Pécsi Tudományegyetem rektora. A lehetőségekhez képest azon leszünk, hogy az egyetem, különösen műszaki és informatikai kar kollégái olyan körülmények között dolgozhassanak, hogy az ilyenfajta kapcsolatépítés az a korábbinál jóval hatékonyabb tudjon lenni, és együtt tudjunk dolgozni. A városvezetés nevében Bognár Szilvia alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. A politikus szerint a hasonló egyetemi kezdeményezések azok, amely során igazán erős munkakapcsolatot tud ápolni a PTE a régió meghatározó képviselőivel. A sikeres gazdasághoz pedig az kell, hogy az egyetemen korszerű képzések folyjanak, hogy jeleskedjen az innovációban és nem utolsó sorban az innováció transferben. Ez természetesen nem megy az egyetem és a vállalkozások szoros együttműködése nélkül. A Pollák Expo második napján további előadásokkal várták az érdeklődőket a Pécsi Expo Centerben.
Tatabánya és Székesfehérvár után Pécsett is bemutatták a HVG legegyedibb címlapjait. Tavaly júniusban a lap 40. születésnapja alkalmából Budapesten nyitottak egy címlapkiállítást. Ennek sikerén felbuzdulva a főváros után Székesfehérváron, majd Tatabányán is bemutatták az egyedi tervezésű, sok esetben megbotránkoztató címlapokat. A tárlatot szerdán Pécsett a Tudásközpontban is bemutatták. A látogatók március 29-éig tekinthetik meg a legkülönlegesebb darabokat. A sakk varázslatos világával és a digitális eszközhasználattal is megismertetik a gyerekeket a Kék Elefánt evangélikus óvodában. A kompetenciafejlesztés célja, hogy a kicsik megfelelő tudatossággal kezeljék a technikai eszközöket, miközben logikai gondolkodásuk is fejlődik. Gyere, Beni! Az egyikre, ha rákattint, azt megfordul. Valamelyikre kattints rá. Úgy. Az milyen figura? Párkereső memória játékot játszanak a Kék Elefánt evangélikus óvodában a digitális táblán. A feladat során az egyes kártyák helyének megjegyzése mellett a figurák közti különbségekre figyelnek oda a gyerekek, amit a későbbi sakkjátszmák során használnak majd, de ugyanígy megtanulják, hogyan kell kezelni a digitális táblát. A gondolkozásfejlesztő sakkjátszótér programot és a digitális kompetenciafejlesztést így egy időben alkalmazzák az óvoda pedagógusok. Nagyon élvezik, nagyon lelkesen jönnek mindig a foglalkozásokra, hisz ez egy kicsit más, mint a megszokott, és szinte észrevétlenül fejleszti a gyerekeket, készíti fel őket az iskolára. Lizának is tetszett, nagyon örülök. A sakkjátszótér foglalkozás során játékos formában ismerkednek meg a sakkfigurákkal, melyiknek mi a szerepe és hogyan használható a játék során. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen kiskorban elsajátított sakktudás a későbbiekben más területeken is kamatoztatható. Napjaink gyermekei szinte játékos könnyedséggel kezelik a digitális készülékeket. A tudatos eszközhasználatot minél fiatalabb korban érdemes megmutatni, hiszen így válik természetessé, nem pedig kényszerű teherré. A fejlesztő játékokat és tevékenységeket projektnapon mutatták be a környékbeli óvodapedagógusoknak. Az EFOP 3.1.5 a tanulói lemorzsolódásra veszélyeztetett intézmények támogatása című projektnek a hálózati műhely munkarendezvénye, amelyet mi szerveztünk azzal a céllal, hogy más intézményekben dolgozó pedagógusokat, a partnereket meghívjuk és bemutassuk nekik a jó gyakorlatunkat, illetve a hálózati tanulásban rejlő lehetőségeket. A műhely munka részeként a pedagógusok számos fejlesztő játékot és digitális eszközt ismerhettek meg, és ki is próbálhatták azokat. Sporttal folytatjuk. Pontgazdag mérkőzést hozott a PVSK Veolia atomerőmű találkozó. A Lauberdezső sportcsarnokban léptek pályára a felek egy felkészülési mérkőzésen, ahol csaknem 200 pontot láthattak a szurkolók. A szezon végéhez közeledve az edzések mellett felkészülési mérkőzésekkel is fejlődhetnek a PVSK Veolia játékosai. Szerdán az atomerőmű vendégeskedett a Lauberdezső sportcsarnokban. A paksiak jelenleg a tabella harmadik helyét foglalják el, tehát a pécsiek hasonlóan összeszedett és kemény ellenfelekre számíthatnak, ha a felsőházba kívánnak jutni. Ugyan sok kulcsjátékos hiányzott a vendég együttesből, a Paks két gyors triplával indította a találkozót. Ennek ellenére nem tartott sokáig az atomerőmű fölénye. A PVSK gyorsan rendezni tudta a sorokat, és az első negyedet már 28-21-es vezetéssel zárták. A második negyedben még pontosabbak voltak a PVSK játékosai. Mind a védekezésükben, mind a támadásukban összeszedettebb játékot mutattak, ezzel pedig komoly előnybe kerültek. A hazaiak amerikai légiósai Smith, Aiken és Dix magabiztosan beleálltak a tripla kísérletekbe, amelyekből csak nem 30 pontot termeltek. A félidei pihenőre 59-36-os állással mehettek az együttesek. A pécsiek másodegyzője szerint ezen a félidőn látszottak a fejlődés jelei, folyamatosan azon dolgoznak, hogy a csapat készen álljon a szezon fontosabb mérkőzéseire. Folyamatosan dolgozunk rajta, ugye ne felejtsük el, az edzőváltás után egy más szisztémát kell most begyakorolni a srácoknak, illetve a csapatnak, úgyhogy ennek a kialakítása van most folyamatban, és ezért az edzőmérkőzésekkel próbáljuk ezeket a szituációkat begyakorolni. A második félidőben
időben már nem tudott visszajönni a mérkőzésbe az atomerőmű. A PVSK egy edzőmérkőzéshez illő örömjátékkal szórakoztatta a szurkolókat. A találkozó 111-83-as hazai győzelemmel ért véget. A PVSK a következő találkozóján az Alakerámia ellen lépett pályára. Ruják András magabiztosan várja a soron következő megmérettetést. Igen, most jönnek nekünk azok a mérkőzések, amik igen, ilyen tabellaszomszéd, hogyha így fogalmaztál, csapatok. Szerintem 3 vagy 4 mérkőzés minden jön egymás után, ebből minden többet meg kell nyerni, minden egymás föl, nem csak az, hogy a győzelem miatt, hanem az egymás elleni eredmény miatt is a végén nagyon sokat számíthat, úgyhogy megpróbálunk minél többet megnyerni. A PVSK Zalakerámia találkozót csak nem egy hét múlva, március 4-én játsszák a Lauber Dezső városi sportcsarnokban. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Pollák Expo, megnyílt a Dél-Dunántúl legnagyobb szakkiállítása. Kompetenciafejlesztés az óvodában, sakkozni tanulnak a gyerekek. Csak nem 200 pontot dobtak, pontgazdag mérkőzést hozott a PVSK Veolia atomerőmű találkozó. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Csütörtökön este felhős lesz az égvárosunk felett, a hőmérséklet 4 fokig csökken. Péntekre virradóan egy meleg, majd reggel egy hideg front éri el térségünket. Felhős, csapadékos lesz a reggel, a hőmérséklet 3 fokig csökken. Napközben túlnyomóan borult idő várható, esőre, záporra, a magasabban fekvő területeken akár havas esőre is számíthatunk. Délután felszakadozik a felhőzet, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!